Sayonara girl, búsvárokó, álmodok vele, a csodát akarom. Sayonara girl, szép szájakó, rég halott idő születik a dalom. A csábrági várkapujának kulcsát úgy szedték el oroszták, vagy ragadták el haddal egymás kezéből az utódok, hogy mire észbe kapott az egyik király, hogy igazságot tegyen a hadakozók között, már másik királynak kellett ítélkeznie a vitatkozó családtagok fölött. Volt a vár bakócoké is, pálfiaké, bocskai fejedelem hajdóvitézeié, Illésházi István uramé is, a hontpázmának sem tűntek el véglegesen Hontvár megye ege alól, csak ők éppen az erdődiek nevét vették föl, s ezen a néven folytatták a családi perpatvarokat. Végül is II. Ferdinánd király a váracsa birtokot Kohári Péter érsekújvári várkapitánynak ajándékozta, s így maradt Csábrág a királyhű kohárjaké. Védték a várat a török ellen, majd a kurucok ellen, de bármilyen vitézül védték is, II. Rákóczi Ferenc fejedelem kuruc vitézeinek, ők sem tudtak ellenállni. Egy Dúló Ádám nevű kuruc kapitány foglalta el alig 200 emberével Csábrágot. Maga Bercsényi Miklós főgenerális is eljött egy napsugaras májusi napon megtekinteni az újonnan elfoglalt Csábrágot az úrnak 1705. esztendejében, mert éppen a közeli bányavárosokban járt. Sétálgatott, nézelődött a várbástyái körül, amikor egyszer csak megpillantotta a várkapu felett azt a feliratot, amelyet Kohári István várkapitány vésetett a falba. Latinul szólt az írás. Dat Deus Okli volt. Stefanus Kohári, azaz az Isten annak ád, akinek akar, Kohári István. Nyomban parancsolta Bercsényi, hogy vakarják le az írást, újat véssenek a helyébe. Ak cépi úbi vult, Nikolaus Bercsényi. Ez pedig azt jelenti, ott szerez, ahol akar, Bercsényi Miklós. Nem sokáig ragyogott azonban kuruc dicsőség Csábrágvára ormán. 5 esztendő múlva megint csak Kohári Istváné lett egy csel folytán. Egy párás hajnalon nézegetett kifelé az őrtorony ablakából Kovács János a várnagy. Valamiféle nagyobb csapatot látott közeledni, Bozók felől. Nézzünk csak oda, kiáltott fel. Alig, hanem kuruc csapat közeledik, a zászlójuk is kék-piros, mint Rákóczi úrunké. Jönnek, jönnek a kurucok, szinte az arcukat is ki lehetett venni, amikor megszólal a várnagy mögött a hadnagy is. 10 megkötözött fogoly labancot is hoznak magukkal. És valóban, a 150 kuruc között ott bandukolt lehorgasztott fővel valami 10 szakadt gúnyájú, fegyvertelen labanc. Nagyszerű fogás, helyeselt a várnagy. Nyissátok meg a kapukat! A kurucok a fogjaikkal együtt már a várkaput döngették, kürtjelet fújtak, bebocsátást kértek. Tárták is a kapukat, hogy ne tárták volna, karjukat is tárták a várbeli őrök a kurucok felé. Amint azonban a kapu becsukódott a kurucok mögött, csak ledobták azok a köpenyeiket, csak előhúzták a kardot, karabélyt, a foglyoknak is egyszeriben fegyver ugrott a kezükbe. 160 labanc jutott be csellel a várba, s a 500-nyi őrség nem vette észre magát, hogy már meg is van kötözve, fogolyként ül a vár mély pincéjében. Ezzel aztán be is fejeződött Csábrág várának hadi szereplése. Urai azonban a kohárjak maradtak tovább is. Az utódok nyaranta eltöltöttek néhány hetet Csábrág hűs falai között. Végre is a legutolsó Kohári Ferenc gróf szétbontatta a falakat, felégettette a gerendákat, s ami épp kő maradt, áthordatta Selmecbánya alá, Szent Antal falvába, s ott új kastélyt építetett a selmeci hegyek alatt. Ez a Szent Antali kastély ma is áll még.
Négy kapuja van, mint a négy évszak. Hét bemeneti boltíve, mert a hétnek ennyi napja van. 12 kéménye, ahány hónapja van az évnek. 52 szobája, mint az év hetei, és 365 ablaka, amennyi napja van egy esztendőnek.